Sok szeretettel köszöntelek a Debian disztribúciót és a GNOME környezetet bemutató exkluzív, illetve különleges videó második részében. Ugye az első részben letöltöttük az ISO telepítőt és telepítettük a Debian operációs rendszert, ugye egy VirtualBox környezetbe, és minimális hangoláson is átestünk a operációs rendszert illetően. Ugye tudjuk, hogy ez egy olyan Debian, amit telepítettünk, ami GNU kezelőfelülettel rendelkezik. És a múltkori videóban volt egy apró pici hiba, én úgy emlékeztem rá, hogy X11 grafikus felülettel működik az alap Debian, de mint ugye kiderült, amikor a szinaptikot telepítettük, akkor kiderült, hogy az alap beállítás, tehát ugye ez az úgynevezett GNOME, ez Wayland környezetet ad, és az X.org felületen ugye ezzel a beállítással tudunk menni. Mindegy, én most akkor ezekkel alapján visszaállok a Waylandos környezetre, ugye ez az alapértelmezetje ennek a verziónak, úgyhogy menjünk ezzel. Majd lesz egy-két programunk, aminél sajnos figyelnünk kell arra, hogy Wayland vagy X11 környezet, ott majd azért akkor ezt állítani fogjuk. No, tehát néhány alap dolgot föltettünk. Egy picit ismerkedjünk meg a Debiannak a verzió fogalmával, illetve a különféle Debian verzióknak a lélektanával. Ugye rákeresünk a Debianra, a böngészőt megnyitva, ugye most már a Debianos környezetet használom, és ugye itt a Debian operációs rendszert kiválasztva. Egy picit, ha elindulunk lefelé ezen az oldalon, akkor találunk egy ilyen elemet, itt ugye a bal oldalon a csoportunkkal kapcsolatos dolgok, a Debian csoporttal kapcsolatos, a jobb oldalon pedig a Debian operációs rendszerrel kapcsolatos dolgok vannak, és itt van egy egyebek nevű rész. No! Nézzük, hogy egyáltalán mit kell tudni itt az egyebekben erről a dologról. Ugye maga az operációs rendszer ebben a második szakaszban olvasható, dokumentáció, biztonság, támogatás, miért használjuk a Debiant, milyen szoftvercsomagok vannak. Na nézzünk bele ebbe a szoftvercsomagos elembe, első körbe. No, azt mondja, hogy ugye a múltkor az előző részben már láttuk, hogy amikor a szoftverek beállítást próbáltam, nem megyek most, inkább elmondom, ugye ott volt lehetőség tisztán szabad szoftverekre vonatkozó dolgokat telepítgetni, aztán megemlítettek egy Contrib nevű fogalmat, ugye aminek az a lényege, hogy olyan szabad szoftverek, amelyek más nem szabad szoftverektől függnek, ugye, tehát itt maga a szoftver az szabad szoftver, GNU szerint szabad szoftver, de használ olyan komponenseket, amik nem azok, és aztán van a non-free, amikor maga a szoftver sem teljesen free szoftver. A következő fogalom, amit érdemes vizsgálgatni, az pedig az, hogy milyen verzióról foglalkozunk, és most találtam egy ilyen fogalmat, hogy stable verzió oldal. No, a stabil verziónak a neve Buster. Majd fogjuk vizsgálgatni a többi verziónak a nevét is. Azért annyit tudni kell, hogy a Buster az egy szereplő egy mesefilmben, mint ahogyha egy picit tovább megyek, akkor ki fog derülni, hogy milyen egyéb verziók vannak még. Visszamegyek ide egy picit, elnézést. Tehát van egy testing disztribúció, tehát olyan csomaggyűjtemény, ami testing névre hallgat. Ugye erről azt kell tudni, hogy a Debiannál mindig van egy úgynevezett stabil és a biztonsági csapat, ellenőrzési csapat által ellenőrzött és folyamatosan követett és bármilyen problémát, hibát felelő szemek vizsgálják ezt a stabil verziót, és itt bármi van, azonnal reagálnak rá. Aztán van egy úgynevezett tesztelt verzió. A tesztelt verzió tulajdonképpen a Debian disztribúciónak az előfejlesztő részlege. Tehát itt vannak, ebben az úgynevezett testing disztribúcióban vannak azok az Ubuntu, azok a Debian csomagok, amelyek már a tesztelésen átmentek, és megfelelőnek ítélték őket, és a következő Debian disztribúció részét fogják képezni. Oké? Na, azt mondja, a testing verzió oldal, akkor ide is elnézünk egy picit. A testing verzió, ez a Bullseye, ugye ez a
ez a szeme nagy igazából a mesébe, és akkor azt hiszem most már tudjuk azt is, hogy kiről van szó, de ha nem, akkor még egy picit húzom az idegeket. És a harmadik verzió az pedig az úgynevezett unstable verzió, tehát a nem stabil verzió. Ugye ez a terület a Debian legfrissebb csomagjait tartalmazza, amit egy csomag teljesíti a stabilitás és minőségi kritériumot, átkerül a tesztingbe. Tehát ide bepakolnak minden olyan csomagot, amit majd a végleges verzióba szeretnének megjelenítetni, de még nem merik azt mondani rá tökéletesen, hogy 100%-ig biztonságos. Azt mondja, az unstable kiadását szintén nem támogatja a biztonsági csoport. Tehát nem támogatja a biztonsági csoport a testing disztribúciót, és ez sem. Tehát ha valaki a testing vagy az unstable verziót használja, akkor számítson arra, hogy ott azért bizonyos kellemetlenségek fogják érni. Viszont, és akkor most itt egy gyors keresést elvégzünk, ugye nekem nagy kedvencem az Inkscape nevű program, és ezt az Ubuntu Linux alatt, kivéve a legutolsó verziót, ugye a 21.04-et, sajnos nem érhető el a legfrissebb verzióba. Nézzük, hogy mit tud erről a stabil verzió, keressünk rá. Hát azt mondja, hogy ez a Buster, ugye a stabil verzióban a 0.92.4-3 verzióban érhető el. Hát, nem az legújabb. Jó, és akkor van egy ilyen, hogy Open Symbols, és van egy ilyen, hogy tutoriál. Az Open Symbols verzió, ugye Open Symbols csomag az ugye az 1.2.1-es, és a tutoriál az az Inkscape-hez igazodó verzió. Mi viszont az Inkscape-ről tudjuk, hogy ugye ennek azért ennél sokkal frissebb verziója létezik, az 1.0.2-es. Tehát sajnos nekünk az a apró pici kis problémánk van, hogy a stabil verzióba, ha én fel akarom telepíteni majd az Inkscape programokat, akkor sajnos nem a legfrissebb verzió fog feltelepülni. És hogy ezt tényleg le is tudjuk ellenőrizni, megint bajban vagyunk, ugye a vélandos meg a jogosítványos problémáinkat már ismerjük. No, keressünk rá az Inkscape-re. Meg is találta, azt mondja Inkscape, valóban a 0.92.4.3-as csomag van, és ugye jelen pillanatban ő nincs is telepítve. Tehát nincs, jelen pillanatban nincs a számítógépünkön. Na viszont én szeretném, hogyha át tudnánk térni erre az unstable verzióra. Ennek érdekében egy picit mondjuk úgy rázósabb feladatot fogunk végrehajtani, tehát verziót fogunk váltani, csomagverziót fogunk, tároló verziót fogunk váltani. Ehhez van egy az /etc/apt/sources/list nevű fájlunk, aminek a tartalmát én most megjelenítem, ugye ez a cat parancs, ez egy fájl tartalmát képes a képernyőn megjeleníteni. Ugye itt van benne az a csomagkezelő, ami azt mondja, hogy a Buster csomagban nyomulunk, és ott figyeljük a különböző verziókat. Illetve ugye itt látszik, hogy még a country és a non-free csomagok is megjelentek ebbe a dologba. Ugye ők azért vannak itt, és akkor most bezárom a terminát, ők azért vannak itt, mert ha emlékszünk rá, akkor a szoftver, itt van, megvan, a szoftverek között mi bekapcsoltuk ezt a két elemet. Ha én ezeket most itt kikapcsolom, tehát nem akarom őket elérni, azt mondja, bezár, ugye még egy frissítést, ugye most fogja felfrissíteni ezt az előbbi fájlt egyébként, amit ott mutattam. Oké, meg is vagyunk, mehetünk vissza a terminálba, és akkor újra lehívjuk ezt a ketet. Ugye látszik, hogy innentől kezdve eltűnt ez a contrib és a non-free csomag, hanem maradt tisztán a Buster és a Busternek az update csomagja. Na most, ha én ezt a két fogalmat itt kicserélem, akkor elérhetem azt, hogy nekem nem a Buster csomagtárolóból tölti a szoftvereket, hanem a Unstable csomagból fogja. Ehhez nekem szerkesztési módba kell kerülnöm, de még mielőtt oda kerülök, ugye ez egy elég komoly rendszert érintő kérdés, úgyhogy
gyorsan rendszergazdává megyek, és a Nano nevű szövegszerkesztő programmal én gyorsan ezt a per RTC per APT per Sources List nevű fájt szerkesztési módba megyek, és itt ebben a két sorban, ezt itt így vagyok, összecsomagolom, szóval ezt a két bastert én így kicserélem unstable. Csomagra. Tehát innentől kezdve ebből a csomagból fog dolgozni. Ctrl-S-sel elmentem, Ctrl-X-sel kilépek belőle, és ha most megnézem a... Na, elnézést. Gyere. Cut per RTC per APT per Sources LST-t. Ugye, appá. Ja, elnézést. A cuts kicsit érdekes lett. Így, akkor ugye most már látszik, hogy itt unstable verzió van. No! Ha unstable verzió van, akkor megváltoztak a csomagtárak. Ha megváltoztak a csomagtárak, akkor a csomagtárakat nekem fel kell frissíteni. Emlékszünk rá, hogy a legutolsó frissítésnél, mind az update, mind az upgrade, mind a full upgrade-nél, ugye semmi változás nem volt. Tehát akkor nézzük, hogy most történik-e az update hatására bármilyen változás. Ugye először is látszik, hogy hatalmas nagy letöltésbe kezdett a update parancsom. És mintegy közel 40 megabájtnyi információt rántott le. Ezeket most gyorsan föl is dolgozza, és már is visít, hogy hopika, 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 update lehetőség, upgrade lehetőségek vannak, mintegy 1389 csomag frissíthető. Emlékezzünk rá, nagyjából ennyi volt az a csomag, amit föltelepítettünk. Tehát látszik, hogy az Ubuntu, bocsánat, a Debian 10-es verzió, ami ugye a Buster, ha ehhez képest a Bullseye-t nézzük, akkor ez szinte a teljes csomag lecserélését jelenti. Logikus, ez tulajdonképpen a Debian operációs rendszer várhatóan következő stabil verziója lesz majd. Hát akkor nosza rajta, gyerünk! A PT. Hát én azt mondom neki, hogy ne vacakoljunk, nyomjunk egy full upgrade-et. Hát ugye tisztába kell lenni azzal, hogy ez időben szinte majdnem ugyanaz lesz, mintha telepítettünk volna egy operációs rendszer, tehát ez közel egy 20 perces művelet lesz. Ugye 250 valahány letöltést, ugye, hogy mennyit mondott? 1300 valahány csomagot mondott. Na nézzük. Ugye itt most szépen látjuk a eseményeket, ugye látjuk, hogy most orba szájba megy a letöltés. Ugye ezek nem túl nagy fájlok, ha megnézzük őket, ezek néhány kilobájtos kis fájlocskák, néhány száz kilobájtos fájlocskák. Természetesen lesznek közte nagyok is, mondjuk a GNOME-nak az alaprendszere, a Firefox, stb. Azért látszik, hogy itt azért majd komoly változások lesznek. Na ugye már 1200-nál tartunk, emlékezzünk rá, az 1300 valahány fájlnak a letöltése sem volt túl hosszú, tehát nem az lesz a komoly idő, hanem itt majd igazából, ami komoly idő lesz majd ezeknek a telepítése és a hangolása, illetve beállítása. No hát 1608 darab csomagot sikerült lerántani a frissítésnek, ezt gyorsan föl is jegyzem, 1608 package. És ha megnézzük, akkor mint egy 1, tehát több mint egy gigabájtot jelentett adatmennyiségben a letöltés. Ugye egy gyors változás ellenőrzés megy végbe, hát ugye a gyors az azért elég durva kifejezés volt. Gyanítom, hogy itt a változásoknak az átnézése időbe többe fog kerülni, mint amennyi idő alatt ezeket a csomagokat a rendszer letöltötte. Itt mondom el ismét, hogy ez a videó is real-time videó, tehát semmilyen olyan könnyítést, kivágást, egyebeket nem fogok megtenni ebbe a videóba,
ami azt eredményezi majd, hogy rövidebb legyen a videó. Ha valakinek valamelyik rész egy picit unalmas, nem kíván vele foglalkozni, akkor egyszerűen háttekeri, de én azt gondolom, hogy ez így hiteles, hogy lássuk, hogy körülbelül mit tud, illetve mibe kerül egy-egy ilyen változtatásnak a végrehajtása. Na azért most már szépen lassan a 3/4-én túl van az ellenőrzés. Na, hogy kimondtam, megállt. Na, csak átugrott. Pici érdekesség, ugye látszik, hogy a Synaptic-nak is változott a verzió száma. Ha el nem felejtem, akkor talán majd megnézzük, hogy a Debian egyes verziói, egyes disztribúciós csomagjai, azok milyen időintervallumokkal dolgoznak, tehát mikor kezdték el őket fejleszteni, mikor jelentek meg, és most milyen verziói mennek. Ugye itt most kaptunk egy frissítésre vonatkozó információt, mik frissülnek, miket kell róla tudni. Itt a Q billentyűvel lehet kilépni ebből a tájékoztató ablakból, és innentől kezdve akkor most már ugye kicsomagolta a sablon elemeket, és most már ezerrel beindult a tömörítés, kicsomagolás, telepítés, kicsomagolás, telepítés, ugye előkészítés, preparing, unpacking, checking, és aztán jön egy beállítás. Azt mondja, hogy konfigurálom, jó, erre a válaszunk yes. Oké, ugye akkor ennek megfelelően folytatja tovább a telepítéseket. Azért nézegessük, hogy miket csomagol éppen, illetve miket használ. Python 3.9 a fejlesztőrendszer, tehát az már látszik, hogy a sokkal újabb lesz. Ugye 3.7 volt, ha jól emlékszem, az előző verzióban. LibreOffice azt mondja, hogy 6.1.5 removing, tehát elevette a 6.1.5-öt, és itt azt mondja, hogy LibreOffice 7.0.4 verzió, ha jól látom, LibreOffice Core, így van, azt mondja 7.0.4 /3, tehát a LibreOffice-t is fel fogja frissíteni a viszonylag legfrissebb LibreOffice-ra. Na nézzük, mi van még itt. Ugye grafikus környezet elemeit szintén. Ugye itt még mindig erősen a LibreOffice-szal foglalkozik, és az ahhoz kapcsolódó elemekkel. Na, a Python környezetet frissíteti most itt éppen. A GNU streameket, ugye ezek a különféle multimédiás csomagok, amiket most éppen itt frissítget. CAPS rendszer, ugye mondtam, hogy a CAPS az a nyomtatáskezelési rendszer, nyomtatókezelési rendszer. GPG, ez ugye a Good Privacy Guard rendszer, tehát ez a digitális aláírások kezelésének a rendszere. Perl környezet, ugye az is egy fejlesztői környezetnek a frissítése történik most éppen. Hát azért látszik, hogy ez egy viszonylag hosszabb folyamat lesz, ugye 9%-nál tartunk, és ez még csak a kicsomagolás. Úgyhogy ez azért valóban egy hosszabb lélegzetvételű mű lesz.
fontkészletek mennek éppen föl, a frissített fontkészletek. Ismét újraindított valamit, hirtelen gyorsan elment, így nem igazán láttam. Ugye blue ez a hangrendszernek a része. Az audio pauzal együtt, ugye ők a hangkeltésekért, a bemeneti-kimeneti hangeszközök kezeléséért felelnek. Mutter, ugye a grafikus kezelő. Na jönnek a gnómos keyringek, ugye ezek a különböző szoftvereknek a digitális aláírási kulcsainak a feldolgozása, ahogy elnézem. Az X.org-nak az X-szerverét rendezgette, most már azért beállítgat néhány dolgot. Tehát ott egy pár csomagot, amit az elején kitömörített és feltelepített, annak a beállításait már itt elkezdte megcsinálni. Font konfigot lehet itt látni most a listába. Advaita ikon téma, ugye a legutolsó most, ahol ott éppen áll. Ugye ez az asztalnak a megjelenítését, a GNOME asztalnak a megjelenítését jelenti. Ugye ezt az Advaitát cserélte le az Ubuntu a Yaru témára, aminek sokak szerintem is egyébként sokkal szebbek az ikonjai, valahogy kicsit kellemesebbek a színvilágai. Ugye ezek különböző fejlesztési csoportok, akik az asztali környezetekhez ezeket a különböző design elemeket tervezik, és amennyiben meg tudják győzni a csomagépítőket a saját csomagjukról, akkor ugye értelemszerűen ezek a csomagok, ezek a témák beépülnek az éppen aktuális telepítőkészletbe. Vagy ugye a GNOME-nak van egy olyan fejlesztői webfelülete, ahol az ilyen témafejlesztők közzé teszik a különböző témáikat, és onnan ezek letölthetők, többnyire általában ugye a GNOME-hoz hasonlóan, illetve a Debian-hoz hasonlóan díjmentesen. Általában ingyenesen használható szoftverkomponensekről van szó. Na, ugye ott van a Pulse Audio, amit az előbb mondtam, ugye ez a hangrendszernek az egyik fontos komponense a Linux alatt, illetve a Debian alatt. Hálózatmenedzser éppen, ami települt, a hálózatkezeléshez szükséges szolgáltatások. Hát szépen azért az egyharmadáig elér ez a telepítés. GVFS, ez egy fontos része a Linux alapú operációs rendszernek, ugye igazából ez a GNOME virtuális file systemnek a rövidítése, amivel tulajdonképpen minden olyan file rendszert csatol a GNOME, ami nem kifejezetten a fizikai kapcsolatok, tehát egy USB az fizikai kapcsolatnak minősül, egy USB pendrive szintén fizikai kapcsolatnak minősül, egy külső merevlemez, ami szintén az USB-n kapcsolódik a rendszerhez, de viszont érdekes, hogy ugyanakkor egy mobiltelefon, hogyha
USB-n keresztül kapcsolódik az operációs rendszerhez, az már nem fizikainak, nem natívnak minősül, ott már ugye egy virtuális fájrendszer működik már a telefonon is, ugye a legtöbb telefon ilyenkor földob egy ablakot, hogy akarok-e fájszinten csatlakozni a rendszerhez, na az már virtuális fájrendszerként csatolódik, máshova kerül be az operációs rendszerbe, és ugyanúgy például, hogyha én egy távoli számítógépnek, mondjuk egy felhő alapú kapcsolatnak, mondjuk egy FTP rendszeren keresztül kapcsolódnak egy távoli számítógéphez, annak a fájrendszer és a GVFS fájrendszeren keresztül kapcsolódik be. Na, Wayland, Nautilus, ugye a Nautilus a fájkezelő tulajdonképpen a GNOME alatt. Na most már azért az egynegyedén túl vagyunk a dolognak. Még egyszer ennyi, aztán megvan a fele. Szokták mondani viccesen. Firefox ugye az is szintén beépül a dologba. Ugye egy kicsit följebb ott látunk egy olyat, hogy LN10 húja az a magyar nyelvű interfész hozzá, és az előbb, amire picit többet vártunk, az maga a Firefox webböngésző. Grab parancs. Oké, azt mondja, hogy át akarjuk-e az új verzió? Igen, erre is a válaszunk igen. Python dolgok. Na most már a systemd-nek a dolgai jönnek. RSyslog, ugye ez a naplózó rendszer. Na úgy néz ki, hogy Python 2.7-es is fent van a környezetben, tehát mind a Python 3.9, mind a Python 2.7 része a dolognak. Ugye az XOR rendszer megy most föl különböző komponenseivel. Vim ugye egy szövegszerkesztő program, Nano, ugye az előbb a Nanót azt használtam. Szintén szövegszerkesztő. Hát itt a programoknak a, ahogy leírja, hogy preparing valami az unpackhoz, utána van egy szám. Ugye ez a 049, 050, tehát itt látszik, hogy hogy mennek szépen sorba az egyes programocskák. 074, 078, 79, 80. Ugye ezek megint fontok, ez a foncmotó sorozatból. Ugye ezeknek a fontoknak azért a Linux, ugye bocsánat, az Ubuntu alatt is van egy olyan része az oktatóanyagomnak, illetve magának a weboldalnak is majd lesz egy olyan szöveges része, ami arról szól, hogy az Ubuntu által feltelepített fontkészleteket között hogy lehet rendet teremteni, illetve hogy lehet plusz fontkészleteket jópofa módon feltelepíteni, gyorsan, egyszerűen, nem ilyen időt rabló módon. Hát ugye annyit kell tudni ezekről a fontkészletekről, hogy ennek a jó nagy része azért sajnos nem a latin nyelvvilágból származó fontkészlet, tehát nem a latin betűket, hangokat jeleníti meg. Ezért ezeknek a nagy része inkább ilyen távol-keleti, tajvani, kínai, japán, egyéb ilyen abba a nyelv típusba tartozó fontoknak a kezelése, ezeket érdemes eltávolítani, mert ugye ezeket értelemszerűen itt a latin nyelvterületen nem nagyon tudjuk használni. Erre esetleg majd kicsit később visszatérünk. Erre van egy komplett kis gyűjteményem, ami a legalábbis az Ubuntu alatt, amik megtalálhatók fontkészletek, azokat kitiltja a fontkezelési. Nem törli le őket fizikailag, csak ideiglenesen kitiltja. Tehát minden egyes induláskor, amikor
az operációs rendszer felolvas, hogy milyen fontjai vannak, illetve a GNOME felolvas, hogy milyen fontjai vannak, akkor abból a listából kiszedegeti ezeket a nem latin kódkészleteket, és azokat azokkal nem is foglalkozik. De fizikailag fönnmaradnak a gépen. Ha ne hagy Isten, valami kell, akkor ne legyen ebből probléma. Na most már a GNOME alkalmazásoknál járunk. Oké, elválasztás. Ez a Hifen nevű csomag. Na most már tényleg mindjárt itt a fele. %60-70% környéken, amikor ezek a csomagolások, meg telepítgetések, ezek befejeződnek, akkor azért majd onnan kicsit fölgyorsul a dolog, mert ugye itt azért elég egyik-másik fájl elég komoly fájl méretet jelent, ugye, na, akkor meg is érkeztünk. Ugye az Ubuntu Linuxba 5.11 a Linux kernelnek a verzió, ugye ott pedig az előbb láttuk, hogy 5.10-es Linux kernel lesz a dologból. Tehát a 4.9-es ugrik 5.10-re kapásból. Ugye Perler már korábban volt szó, mint fejlesztő környezetről. Azért látszik, hogy a csomagban nem logikai, nagy logikai egységekben vannak az egyes elemek, hanem valami más szisztéma szerint. Azt se lepne meg, ha mondjuk, ahogy éppen frissültek, annak megfelelő sorrendben keverednek be ebbe a listába. Ugye majdnem minden esetben igaz az, hogy majdnem minden csomag épül valamilyen csomagokra, és ugye értelemszerűen mielőtt egy olyan csomagot telepítünk, ami valamilyen csomagra épül, akkor annak már fönt kell lennie. Na, úgy néz ki, hogy a telepítéseknek a fő sodra már azért befejeződött, most már jönnek a beállítások. Ugye picit fölgyorsult itt a folyamat. Ugye különböző hardware eszközöknek a dolgai szépen mennek be, illetve különböző szoftver komponenseknek a dolgai. Na, mindjárt 70%-nál vagyunk. Mondtam, hogyha ez a telepítés rész lemegy, akkor a többi az már úgy viszonylag gyorsabban fog menni. Itt már pici fáj mozgások vannak, nincsenek azok a nagy erőforrás igények. Mondjuk itt inkább ilyen logikai döntéseket kell hozni a telepítőkészletnek. Kisebb fájlokat befrissítgetni, törölni, átírni, átnevezni, tehát ilyen jellegű dolgokat csinál most. Ugye ismét a manuálnál akadtunk meg egy picit, ugye emlékszünk rá, hogy az előző menetben is, amikor a telepítés volt, ugye a man az egy viszonylag több energiát, több időt igénylő szolgáltatás, beállítás volt, tehát azért látszik, hogy ugye ez most sincs másképp. És ugye itt is most éppen látjuk, hogy egy kicsit részletesebb az információ, mint a telepítés során, de ugye látjuk, hogy ismét arról van szó, hogy a MAN-nak az adatbázisának a frissítése ugye az a legtöbb időt igénylő komponens itt a beállításokban is. Na, azért csak túl vagyunk ezen, és ugye jön egy kis
kernel, beállítgatás, indítási eljárásnak a behangolása. Így az új kernelhez, vagy az új kernellel. Grubot rakosgatja most már helyre. Ugye az új rendszerindító is fölkerül a na most már azért szépen lassan fölcsúsztunk 80% fölé. Úgyhogy itt most már azért a finnusban vagyunk. Egy fontkes, tehát hogy a fontkészleteknek az újraolvasása. Ez is megtörtént. Ugye a Python 3-nak a beállítása. Network Manager, ugye a hálózatkezelésnek a beállítása. Nyomtató szerver, erről az előbb már volt szó. Caps. Na, most már tényleg szépen lassan a végéhez közeledünk a dologban. Azért belegondolunk abba, hogy a rendszer teljes frissítésénél azért ez egy több ezer fájlnak az átírását jelentette, ugye azért az úgy nem gyenge dolog. Ugye, valami hasonló dologban azért a Windowsnál is, de ugye arról lenne szó, hogyha a Windows 7 van a gépünkön, és mondjuk egy Windows 8-ra cserélnénk, vagy egy Windows 8-ot a gépünkön, és Windows 10-re cserélnénk, tehát most ez a folyamat, ez tulajdonképpen ez egyenértékű folyamat, ami most történik. Ugye tulajdonképpen egy 10-es Debianról, egy vadonatúj Debianra fogjuk frissíteni a rendszerünket, és ugye most már azért nagyon a végén vagyunk, ez most már 95%-nál tartunk, tehát én azt gondolom, hogy ez most már egy-két perc, szerintem max. Egy perc, amit még itt telepítgetéssel tölt a rendszer. No, Geditet is beállítgatta, GNOME környezetbe rakosgat még egy-két dolgot helyre. Úgyhogy most már tényleg nagyon a végéhez közeledünk. No, 99%. Még egy kis kernel, matek. És meg is érkeztünk, tehát itt van. Itt van, megérkezett a legújabb verziónk. Hát, ha ez így van, akkor lépjünk ki. Még egy apróságot tegyünk meg, hogy azokat az elemeket, bocsánat, hogy itt kiléptem. Tevékenység terminál. Azt mondja, gyorsan visszamegyek még rendszergazdaként. Azokat még tegyük meg, hogy apt auto remove --- purge. Ugye, amiket hoppá, az apt-t egy picit elírtam, elnézést. Tehát apt, oké, mehetünk is, ugye néhány csomagot gyorsan azért még letörlünk, az a biztos. Hát ez nem túl sok csomag, 112-440 megabájtot fog felszabadítani, úgyhogy olyan túl nagy rendrakás még nem lesz a dologban. No, ahogy ezekkel készen vagyunk, csinálunk egy újraindítást, és megnézzük, hogy mi lett a dolognak a vége. Ugye 3.7-es Python helyett 3.9-es Pythonunk lett, 2.7-es Python is ugye fejlődött újabb verzióra. LibreOffice-okat nem találom még itt a listába, vagy nem volt, de ott a LibreOffice-ot is, ugye a LibreOffice volt, ami még nagy változáson ment át, és tulajdonképpen most már tényleg készen is vagyunk. Akkor én innen most kilépek, és jöhet egy újraindítás. Ugye a hálózati dolgok megváltoztak, mindjárt bajba is van a hálózatikon. Jó, kikapcsolás. Oké, és újraindítjuk a rendszert. Na gyerünk. Nézzük. Ugye itt is egy picit megváltozott a grafikája a dolognak.
Látszik, hogy ugye új kernel volt oda kiírva. Most már ezzel indulunk újra. Na, akkor most már csak egy belemkező ablakra várunk. Megnézzük, hogy mi változott ott. Itt is van, hát ugye a Debian 10 helyett megjelent a Debian 11. Ugye itt azért látszik, hogy most már azért a hálózat helyreállt, ugye értelemszerűen most már az új eszközök működnek. Hát ugye itt látszik, hogy a bejelentkezési ablak is megváltozott, ugye értelemszerűen egy új gnómunk van, és ugye itt látszik, hogy azért a lehetőségeink tárháza az megmaradt, továbbra is majd egy Waylandos gnómmal fogunk bejelentkezni, és akkor tegyük is meg a bejelentkezést, nézzük, mi az, ami még változott a rendszerben. No, hát ugye lecserélődött az asztalunknak a háttere. Ugye itt azért ugyanazok a dolgok vannak. Ugye itt bejött ugyanaz a gnómból, a 338-as gnóm lesz ez szerintem, jól emlékszem, de gyorsan meg is nézzük. Ugye egy NeoFetch ezt gyorsan is fogja árulni nekünk. Így is van. Na nézzük, mi az, ami változott. Ugye volt egy 4.19.0-as kernelünk, most egy 5.10-es kernelünk van, volt egy 5.03-as basunk, most van egy 5.1.4-es basunk, volt egy 3.30-as gnómunk, most van egy 3.38-as gnómunk, ugye a virtuális, vagy a videókezelő, vagy a, bocsánat, a ablakkezelő, ugye az a mutter, továbbra is advajtánk van, és igazából ennyi. Tehát látszik, hogy ugye is itt a Bullseye jelent meg, mint operációs rendszer, hogy a 10-es Buster helyett a 11-es Bullseye most már az elemünk. Na, gyorsan nézzünk azért még egy-két helyen körül. Ugye például nézzük meg a beállításokat. Hop-hop-hop, ugye látszik, hogy nem csak az asztal hátterünk, hanem az ikonjaink is megváltoztak. Tehát jöttek a GNOME 338-nak az ikonjai. Na, ezek azért ugye sokkal elegánsabbak. Megváltoztak a LibreOffice-nak az ikonjai. Na, azért lett itt pici rend. Hát, hogyha jól körülnézünk a dologban, akkor ugye a három rácsunk megmaradt, de itt a három rácson igazából kettő vagy három program maradt csak a harmadik rácson. Itt viszont most azért elég sok program megjelent. Azt keresgetem, nem a segédprogramunk csoportja továbbra is megvan, tehát ők itt ugyanúgy elérhetők. Nagyszerű. Na, akkor durranjunk bele gyorsan a beállításokba, nézzük, hogy itt mi változott. Ugye a hálózatok, ugye ez maradt, a Bluetooth, a háttérbeállítás, hopp, ugye jelentősen több háttérkínálatunk van itt az új Debianhoz, a GNOME keretén belül. Értesítések ugyanúgy megvannak, keresés, ugye alkalmazásonkénti értesítésbeállítás, ez egy új elem lett. Hoppá, azt mondja, hogy helymeghatározás, ugye itt fölkerült hasonlóan, mint ahogy az Ubuntu-ban van. Kamera kérdése. Ugye jelen pillanatban a virtuális környezetben nincs értelemszerűen kamera, mikrofon kérdése, Thunderbolt, file előzmények, ugye itt emlékszünk rá, hogy egy picit rendet kell raknunk, ugye ez a beállítás már volt a korábbi verzióban, és ez új volt, úgyhogy ezt most beállítottam, és akkor a képernyőzárnak van még itt ugye egy lehetősége, ezt 15 perc után sötétítünk, és 5 perc múlva zárolunk. Tehát 5 percig még az elsötétés után egy gombnyomásra visszajön a felület. Ugye a hangkezelésnek a felülete szintén átalakult a GNOME-ba. Energiagazdálkodás, ez már ismerős. Hát ez már ugye nagyon az Ubuntu, új Ubuntuknak a GNOME felülete tulajdonképpen. Ugye itt már majdnem minden erre hajaz. No, hát azért úgy. Hát, próbáljunk ki valamit. Egyáltalán elnézést, gyorsan lecsukom ezt az ablakot, és megnézzük, hogy egy Shift-Ctrl T-re jön-e a terminál. Hát nem jön a terminál. Semmi gond, akkor most csinálunk egy olyat, hogy neve, azt mondja, hogy terminál, emulátor, terminál, nem emulátor, terminál, és kész. Azt mondja, parancs GNOME kötőjel terminál. Remélem, jól emlékszem a programra, majd kiderül. És ugye akkor kell egy gyors billentyű, erre rákattintunk, és azt mondja, hogy Ctrl-Shift-T. Így is van, ugye Ctrl-Alt-T.
Ctrl Alt, bocs, nem Shift-T beszélek itt butaságokat. Oké, na nézzük. Működik-e már? Ugye már is működik, tehát ahogy beállítottuk, ugye most már a gyors billentyűje működik, ez akkor nekünk így nagyon jó. Nyomtatók továbbra sincsenek, külső adatordozók ugye letiltva, színek ugye ugyanúgy, értelemszerűen megvan a magyar elem is. Jó, akadálymentesítés felhasználok, ide majd hozunk egy képet alkalomattán, alkalmazások, dátum és idő, ugye, és végül a névjegy. Ugye látjuk, hogy továbbra is egy megfelelő grafika van beállítva, egy emulátor grafika van beállítva, de most már ugye Debian búszájunk van, és 3.38.5-ös gnómunk, és valóban itt látszik, hogy egy Wayland hátterünk, vagy bocsánat, ablakkezelő rendszerünk van. Na, szoftver frissítések továbbra is ugye a Ubuntu szoftverben állnak a rendelkezésünkre. Szoftver tárolók vonatkozásában viszont ugye ugyanakkor az a... Ugye itt kikerült a hivatalos tároló, mert ugye átállítottuk, emlékezzünk rá, átállítottuk ugye a búszájra, és ez itt látszik is, ugye, hogy az unstable verzión van, ahhoz a biztonsági frissítések és az ajánlott frissítések szintén jöttek. No, hát akkor tulajdonképpen itt majdnem minden be is állt annak megfelelően, hogy egy új, igaz, hogy biztonsági szempontból a Debian eredeti, 10-es Debian alatti biztonsággal vagyunk, de nem szabad elfelejteni, hogy a különböző operációs rendszerek, amik Debian alapra építkeznek, ők különböző Debian tárolókból dolgoznak, például az Ubuntu-ról tudni kell, hogy ők az Unstable, tehát ugyanebből a tárolóból dolgoznak, azért mertem bátran ehhez a tárolóhoz hozzáfordulni, bár ugye itt ismét el kell mondanom, hogy az Ubuntu azért elég rendesen hozzányúl, mind a Debian környezethez, mint a GNOME környezethez. No, hát akkor én azt hiszem, hogy azt a célt, amit ma kitűztünk magunk elé, azt akkor sikerült elérnünk, akkor minden megfelelő programunk elérhető, ami eddig kellett. Hát ide egy-két dolgot még kiteszek, mondjuk kiteszem ide gyorsan még a táblázatkezelőt, azt a helyére följebb nyomom. Ugye mondtam, hogy nekem van még egy nagyon kedves program, ami a segéd programok között lemezek névre hallgat, akkor azt is oda gyorsan még elpakolom. Akkor most már ez is megvan. Hát és akkor tényleg a mostani hangolást akkor így tekintsük véglegesnek. Van itt egy kiterjesztések nevű hangol... elem, amit a következő videóban, ami szintén majd még a Debiannal fog foglalkozni, ugye ez az asztal, ez a környezet, ez a munkakörnyezet, amit most látunk, azért ez messze áll még attól, amire én azt mondom, hogy ideális és nekem nagyon kedvező. Tehát egy csomó mindent föl kéne még telepíteni, szoftvereket, egy csomó panelt meg kéne változtatni, a dash kezelésének a módszertanán változtatni kéne. Tehát én azt gondolom, hogy most az egy megfelelő úton elindultunk, de azért vannak még problémáink, például a GNOME extension, tehát a GNOME kiterjesztéseknek a kezelése terén azért nekünk lesz még mit tenni. Ugye az, ahhoz előbb kattintottam, az azt csinálja, hogy elindította a Firefoxot, és a Firefoxban tulajdonképpen a kiterjesztések, a GNOME kiterjesztések oldalára vitt engem, hogyha én ezt a beüpülőt most beteszem a GNOME alá, vagyis bocsánat, a Firefox alá, akkor innentől kezdve lehetőségem van arra, hogy GNOME bővítményeket helyezek el az én Linuxos rendszerembe, pontosabban a Debianos rendszerembe. Én most bezárom ezt az alkalmazást, csak azért, hogy lássuk, hogy később ezt hogy tudom használni, ugye tevékenységek, Firefox, ugye a Firefoxba jött a GNOME-nak a kis ikonja, ugye ezzel érem a GNOME bővítményeket, és tulajdonképpen akkor innentől kezdve a megfelelő GNOME bővítményeket én föl is tudom telepítgetni. Hát akkor nézzünk egy-két gyors GNOME bővítményt. Nekem van egy olyan weboldalam, elnézést, nyitok egy újabb fület, nekem van egy olyan weboldalam, hogy okis.hu, ezelőtt van egy Ubuntu nevű mappa, abban van egy Extensions nevű mappa, és abban van egy ilyen, hogy brave.html. Ugye én Brave böngészőket használok, böngészőt használok a gépeimen, és ebben a
HTML fájlba nekem néhány alapbeállítás itt el is érhető a GNOME bővítmények vonatkozásába, és akkor egy gyorsat megmutatok, mondjuk kettőt, jó? Kezdjük az egyikkel, ami nagyon gyorsan megoldható, ez pedig nem más, mint a panelen az IP címnek a megjelenítése, ezt a bővítményt, GNOME bővítményt én bekapcsolom, ennek az az eredménye, hogy letelepíti a bővítményt, és már működik is, itt van. Ha visszamegyek a alkalmazás rács kiterjesztések nevű programjához, akkor itt már látszik, hogy egy kézileg telepített, ugye ezek voltak a beépített panelek, bővítmények, és egy kézileg telepített bővítmény már elérhető a rendszerben. És akkor még egyet mutatok, ez pedig akkor az órának az átállítása lesz, ugye ez a clock override, akkor ezt is gyorsan megcsinálok, mert ez sem tart igazából nagyon sokáig. Így, most már ugye ő is elég zavarodott formát vett föl, ki is lépek innen a böngészőből, tovább nem akarom ezt a dolgot húzni, és akkor maradjunk a alkalmazásnál, kiterjesztések kezelése. Ugye itt most már van egy clock override, és ennek a beállításait én most megteszem. Kezdek egy függőleges vonallal, oppá, ez nem kevésbé lett függőleges vonal, most már az, kezdek egy függőleges vonallal, százalék, M, százalék, D, és egy szünet után egy újabb függőleges vonal. Ugye ez elvileg a hónap és a napnak a elnevezése. Százalék nagy A, ez a nap teljes megnevezése, tehát hogy milyen név van, és akkor most már csak egy óra, perc és másodperc kijelzésre lesz szükségem, és most már tényleg látszik, hogy egy teljesen normális kijelzés van itt nekem beállítva. No, hát ennyit erről. Hát azért csak piszkálja a csőrömet, még egy kis játékot játszunk el, hogy tényleg teljesen magamra szabjam ezt a környezetet. Ugye ez a Nautilus fájlkezelő, ugye itt, bocsánat, még egyszer elnézést, tevékenységek és fájlok. Ugye ez a Nautilus fájlkezelő, itt először is listás nézetbe megyek, a Ctrl és a magam, az egérgörgető gombbal magam felé görgetve gyorsan egy kicsit összébb nyomott listás dolgot nézek, és akkor egy pici kis távoli számítógép menedzselést mutatok meg ebben a dologban. Ugye elérem a távoli számítógépemet. Annak is a public HTML mappáját. És ha ez megvan, akkor a megfelelő... megfelelő jelszó megadása és megjegyzése után automatikusan megjelenik a távoli számítógépemnek a tartalma. Ez egy, most egy Budapesten, ugye én oroszlányon itthon ücsörgök, és ez egy budapesti számítógépnek a tartalma. Ahhoz, hogy ez normálisan jelenjen meg egy kis beállításokba, én beállítom, hogy mindig a mappák legyenek elől, azt is megmondom neki, hogy ez így jó. Az oszloplista pedig úgy nézzen ki, hogy én látni akarom a tényleges tulajdonost, látni akarom a részletes típust, és látni akarom a jogosultságokat is a dologban. Na, ezeket itt elvileg rendezgetni is lehet. Azt mondja, hogy a módosítva dátumot én elküldöm legfölülre. Azt mondja, a részletes típust szintén elküldöm legfölülre. Aztán a csillagra nekem, köszönöm szépen, nincs szükségem. A tulajdonos és a jogosultságok pedig akkor jöhetnek ide a listának a végére. Így. Akkor ezzel most tulajdonképpen rendet is raktunk, ugye látom ki a tulajdonos, látom mik ezek. No, van nekem itt egy Ubuntu nevű mappám, azon belül itt az Extension nevű mappánk, ugye az előbb ezt nyitottuk meg, és itt a Brave HTML, amit az előbb megnyitottam. Na nézzünk, azt mondja, hogy X-Picture-re kattintunk, és itt van egy profile és egy Wallpaper nevű mappa, ezeket most jobb egér másolással a képek nevű mappámba lemásolom. Tehát tulajdonképpen most egy pesti szerverről áthoztam fájlokat ide az én képek mappámba, és ebből két elemet fogok kiemelni, ez az egyik Ctrl-C, kiveszem ide a képekbe, és a wallpaperbe szintén van egy elem, ez a Mybuntu Ctrl-C, Ctrl-V, és akkor innentől kezdve erre a két mappára nincs is szükségem, Shift-delettel törlöm, hogy még a kukába se kerüljenek be. No, ez egy wallpaper, ez pedig egy profile kép. Na, ha ezzel megvagyunk, akkor tényleg most már csak annyit kell tenni, hogy a beállításokba, ugye a megfelelő helyen elvégezzük a megfelelő dolgot.
azt mondja, hogy a felhasználónál ugye beállítom ezt a most lehozott képet, itt van megnyitás, ugye beállítom, hogy melyik az a rész, amit látni akarok ezen a képen, ez megvan, és akkor még van valahol egy hátterünk, itt is van háttér, ugye ez az, amikor az lesz, hogy automatikusan egy másféle állapotot fog beállítani, most már ez a hátterem, ugye itt látszik is, hogy mi a háttér. Sajnos összenyomta a képemet annak megfelelően, hogy ez itt jól legyen, de ugye előbb beszéltünk róla, hogy a finom hangolásban, a megjelenés ablakban én meg tudom mondani, hogy ne zoomoltassa, hanem középre igazítsa ezt a képet, és akkor így most már tényleg akkor a méretben, hogy ott látszik két kis pilicke itt, meg itt a sarokba, ezek ilyen igazító pontok nekem, hogy különböző felbontásokban jól jelennének meg az ablakok, de most már akkor a dolog rendben van. Na, ugye most már én látszom a különböző kijelentkezéseknél, ugye a bejelentkező ablakon most már értelemszerűen majd a megfelelő ikon fog megjelenni, itt is van, ugye? Tehát azok a beállítások most már megvannak, ami az én személyesebbé, az asztalomnak vagy a munkakörnyezetemnek a személyesebbé tételét jelentik. No, tehát akkor most már van egy viszonylag klassz rendszerünk, a következő alkalom, akkor pedig megyünk tovább, és ezt fogjuk tovább finomítani. Hoppá, nem kijelentkezek. Ugye ez egy új dolog, ezt meg kell szokni, hogy az új GNOME-ban sajnos, sokak szerint ez jó, nekem megmondom őszintén, még szoknom kell, annak ellenére, hogy most már több mint fél éve használok ilyen GNOME-ot, hogy a kikapcsolás nem a legalsó, hanem egy följebb lévő elem. No, hát akkor köszönöm, hogy a második, a Debiannal és a GNOME-mal foglalkozó bemutató videóm második részében is velem tartottál. Javaslom, hogy az itt elvégzett műveleteket hajtsd végre te is a saját virtuális környezetedben. Hozz létre egy olyan környezetet, ami Debian és GNOME környezetet, ami a számodra kedvező és számodra megfelelő. És aztán, ha eljutsz odáig, hogy mondjuk nem csak virtuális környezetben, hanem egy fizikai gépen is GNOME-ot tudsz használni, illetve valódi GNOME-ot és valódi Debiant, akkor próbálgasd és ízlegesd, hogy az Ubuntu és a Debian között mi a különbség, illetve mennyire lehet az egyiket, mennyire lehet a másikat megszokni. Én azért nagy titkot nem árulok el azzal, hogy a harmadik részben nagyjából olyan felületet fogunk létrehozni, ami kísértetiesen fog hasonlítani ahhoz, amit most látsz, mert ez a mostani felület, ez értelemszerűen egy Ubuntu 20.02-es, vagy a 20.04-es, bocsánat, vagyis egy Focal Fossa. Tulajdonképpen, ugye itt is van Ubuntu 20.04, tehát ez egy Focal Fossa, és ebbe még egy 3.36-os környezet van, GNOME környezet, tehát ez még nem a legújabb GNOME, ami ebben van. Jó, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy együtt voltál velem, ez sem lett egy rövid videó, ezt is gondolom még párszor meg kell nézni, hogy minden eleme tényleg megfelelő módon beivódjon. Találkozunk, mondtam, hogy lesz még egy harmadik Debianos videó, találkozunk abban a videóban legközelebb, további szép napot, kellemes időtöltést, sziasztok!